Az ORFK adatai szerint 2016. október 15 és 2017. március 1-e között 180 ember halt meg kihűlésben. A leginkább érintett területek Budapest, Borsodabaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Szoboszlai Judit, a Periféria Egyesület elnöke szerint különbséget kell tenni a lakásszegénység, illetve a hajléktalanság okozta halálesetek között. Nyíregyházán évek óta nincs kihűléses haláleset a hajléktalanok körében. Nyilván köszönhető ez annak, hogy jól szervezett a hajléktalanok segítése a városba, mind az önkormányzat, mind a Periféria Egyesület, mind az Oltalom Szeretett Szolgálat a maga területén megteszi azokat a szakmai feladatokat, amelyek ezen a téren a megelőzést szolgálják. A Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálatnál immáron 18. éve segítenek a rászorulóknak, így jelenleg is több száz emberről gondoskodnak. A nappali melegedőnkben bárki bejöhet a 150 férőhelyjel, akár még fölötte is. A népkonyhánk is mindig ilyen 150-180-as napi adaggal működik, hogy tudjunk élelmet biztosítani az ellátottaknak. És az éjjeli menedékhelyen sincs plafon, tehát bárkit befogadunk, ha kell matracon, ha kell pótágyakon, hogy senki nem maradjon a hideg időben az utcán. Amint azt Laborci Géza megerősítette, a népkonyha ebédjéhez a hét minden napján bárki hozzájuthat. A nappali és éjjeli menedékhelyekre való beléptetés feltétele egy orvosi igazolás arról, hogy a szállást kérő nem rendelkezik fertőző betegséggel. Az ehhez szükséges orvosi vizsgálatokat már a Rákóczi utcai éjjeli menedékhelyen is el tudják végezni. A Periféria Egyesület honlapja számos adományozási módra hívja fel a figyelmet, amelyek közül most a melegholmik jelentik a legnagyobb segítséget.